Ahogy ígértem, még maradunk a Vidor Fesztiválnál. Ulma Mónikával és Józan Lászlóval beszélgettünk, akik a Táncóra című szórakoztató színű szereplői. Egy táncóráért fizetnék önnek 2153 dollárt. Milyen volt ennek a karakternek, ennek az autista fiatalembernek a bőrébe bújni? Egy nagyon izgalmas feladat. Nagy kihívás volt számomra, de találtunk egy autista szakértő hölgyet, aki nagyon sokat segített nekem ebben, és nyilván én is nagyon sokat olvastam, illetve az interneten keresgéltem utána, hogy ez a lehetőleg életszerűbben jelenjen meg majd a színpadon. Tehát ne egy túlzott karakter legyen, hanem olyan, mint a hétköznapokban. És milyen Ulma Mónikával együtt játszani? Úgy tudom, hogy először játszanak együtt színpadon. Így van. Az olvasópróbán kiderült az, hogy tulajdonképpen az érzésünk az az volt, hogy mi már legalább 5 bemutatót megcsináltunk együtt, közben ez volt az első. Nagyon-nagyon jó érzés volt, szerintem nagyon jól passzolunk egymáshoz, és nagyon jókat hozunk ki egymásból. Megnehezíti ez a helyzetet, hogy ennyire kicsi térben játsszák az előadást? Tudom, hogy a Vix Színházban van egy monodrámája, tehát ott pedig még ráadásul egyedül van a színpadon. Mennyivel nehezebb ez, amikor ennyire közel van a közönség a művészekhez? A Vix Színházban lévő monodrámám is egy stúdió színpadon van. Egy ekkora térben játszani, szerintem én azt gondolom, hogy mindegyik színész nevében mondhatom azt, hogy csodálatos érzés, amikor a nézők közel vannak, tehát egy ilyen nagyon filmes pillanatnak lehetnek a részesei. Sokkal könnyebb talán így érzelmeket átadni a nézőknek, és ők is sokkal jobban lélegeznek velünk az előadás folyamán. Mennyire vígjáték ön szerint a táncórák? Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút vígjáték a maga mélységeivel. Egy nagyon-nagyon kényes és aktuális témát boncolga, tehát az autizmus témakörét. Nagyon figyeltünk arra, hogy ne az autizmuson legyen a vicc, hanem a helyzeteken, ami az autizmusból születik. Nagyon sokat szoktak rajta nevetni, és mi is nagyon szeretjük. Nyilván ezért mi a saját poénjainkon nem szórakozhatunk, de a nézők nagyon szokták szeretni, és ennek mi nagyon örülünk. Belünk lélegeznek, és ez azt hiszem, hogy a jelenlegi színházi szakmában szerintem az egyik legcsodálatosabb pillanat, amikor a néző a színésszel együtt veszi a levegőt és fújja ki. Itt továbbra is azt mondom magamról, hogy aspergeres vagyok. Neurotipikus vagyok. Milyen érzés? Nem bírok oda nézni. Most várjuk meg. 1, 2, 3. Mennyire áll közel az ön szívéhez ez a karakter? Hát ezt nagyon-nagyon szeretjük játszani, a Laci is, meg én is, ez egy ilyen nagy kedvencünk. És önnek miért kedvence? Hát olyasmiről szól, ami megérinti az embereket, lehet rajta nevetni is, de sírni is egy adott pillanatban. Tehát én nagyon szeretem ezt a fajta érzelmi hullámvasutat, amin keresztül visz ez az előadás. A darab ugye egy autista fiatalember és egy táncos nőnek a kapcsolatáról szól. Tulajdonképpen ki segít itt, kinek ebben a darabban, ebben a történetben? Hát, hogyha ezt elmondanám, akkor kellene megnézni. Tehát azt hiszem, hogy meg kell nézni a történetet, elmesélni én soha nem szoktam, mert nyilván annyira bennem él már, hogy olyanokat mondok el, amit esetleg más egyébként másképp olvas ki a történetből. Mennyire fogadja a közönség ezt a témát könnyen, illetve vidámon? Nagyon nagy sikerrel játszunk, egy év alatt eljátszottunk belőle 53 előadást. És itt a Vidó Fesztiválon korábban is járt már, ha jól tudom. Ez mindig egy jó pofa ünnep itt. Több napot nem tudok most idén itt tölteni, de már volt olyan, hogy itt aludtunk, és a főtéren is ilyenkor nagy élet van, azért más ilyenkor a város. Mennyire vígjátéki ez a történet ön szerint a táncórák? Hát itt vagyunk a Vidor Fesztiválon, úgyhogy remélem, hogy vígjátéki. A Vidor Fesztivál mindig hálás téma a fotósoknak, minden bizonnyal így van ez Balázs Attila esetében is, nem tudom. Ez hamarosan kiderül. Szia Attila! Akkor mi van ezzel a Vidorral? Neked ez a terep ez izgalmas, vagy inkább más területekre vadászgatsz? Nekem minden terep izgalmas, ahol emberek vannak. Én a Vidor Fesztivált leginkább arra szoktam csúnya szóval élve használni, mert ez olyan alkalmakat teremt, hogy a városról olyan élettel teli pezsgőképeket lehet készíteni, ami szerintem különleges alkalom minden évben.
És én természetesen megfotózom a Vidor Fesztivál eseményeit is, de leginkább arra törekszem, hogy a városról olyan képeket tudjak készíteni, amit, hogyha bárhonnan ide érkező ember, vagy az MT által eljött bárhová ez a kép, akkor egy olyan képet alkosson Nyíregyházáról, amit én őszintén gondolok, hogy ez egy ilyen pezsgő, nagyon élhető, nagyon barátságos, nagyon emberléptékű, de mégis nagyváros. Nyilván ezt így kell érezni, hiszen ha nem így lenne, akkor azért a világ számos pontja olyan gyönyörű, hogy esetleg már elszipkázott volna, hiszen egy jó fotós mindenhol meg tud élni. Nem volt soha ilyen vágyad, hogy esetleg kipróbáld magad máshol, más kultúrákban, hosszabb ideig, nem csak, hiszen ugye nagy utazó vagy, eljutottál a világ nagyon különleges természeti kincseit magukénak tudható országokba is, de mégis úgy életvitelszerűen vágytál-e más. Hova? Nem, és ahogy telik az idő, egyre inkább nem vágyom. Ahogy egyre több helyre jutottam el, egyre inkább arra a következtetésre jutottam, hogy a világ valóban nagyon kicsi, mert az ott élő embereknek ugyanazok az örömeik, ugyanazok a bánataik, kb. Majdnem ugyanúgy élik a hétköznapjaikat, mint mi, csak más a természeti és más az épített környezet, illetve talán másabbak a hiedelmek, de az alapok ugyanazok. És én számtalan olyan élmény ér itthon, ami fölidéz bennem egy külföldön megélt másik élményt. És ezek az élmények egymásra rakódva, én azt tervezem, hogy egyre szűkebb élettérben élem az életemet, hogy megnézzem, hogy ez meddig működik, és hogy egyre szűkebb területet megfotózni, hogy vajon képes vagyok-e mondjuk a megyét úgy bemutatni, vagy a várost, vagy azt a falut, ahonnan származom. Ezek ilyen távlati tervek, hogy megfogalmazni úgy, hogy az is legalább ugyanolyan érdekessé válik a külső szemlélő számára, mint akár egy egzotikus táj. Én is mindig azon gondolkodom, hogy hiába élsz mondjuk Sydney-ben az operaház mellett, nyilván minden napodat nem ott fogod tölteni, és nem azokat az előadásokat nézed, hanem gyűröd ugyanúgy az élet dolgait. Azért az is egy nagy felelősség, hogy mondjuk egy világot úgy mutass be, hogy azért az ne legyen sokkal szebb, mint ami a valóság, de mégis csak esztétikus legyen, mert akkor ugye az ember élőben látja, azt mondja, hogy hát ez nem is olyan szép. Ez gond ez, vagy... Vagy ezzel nem foglalkozol? Én inkább arra törekszem, tehát nem feltétlenül a most az, hogy valaminek a szépségét, tehát egyáltalán nem egy ilyen gicses ábrázolásmódra kell gondolni, bár egyébként én a gicsel sem pont úgy vagyok, mint... Tehát én ilyen kategórikusan azt sem ítélem el, de ez egy másik hosszabb téma, hanem tájakat, embereket, tájakat úgy bemutatni, hogy később ne okozzon csalódást, de mégis azokat az apró szépségeket bemutatni, hogyha valaki egy természeti vagy épített környezetben kellő időt eltölt, akkor találkozhasson azokkal a helyzetekkel, amiket én látok és megfotózok. A másik dolog, amikor embereket fotózok, akkor pedig nekem egy alap a szabályom van, hogy a méltóságában senkit meg nem sérteni. Tehát én inkább arra törekszem, hogy az embereket fölemeljem a képeimmel, tehát hogy ne úgy ábrázoljam, tehát én elég nehéz sorsú embereket is lefotóztam életem során, említetted ezt a Escher Károly díjat, de lehet, hogy még sokan emlékeznek Barnabásra, a Hajléktalanra, akit 3 vagy 4 éve fotóztam végig egy karácsonyát, azért André Kertész díjat kaptam, és amikor például a zsűri értékelte azt a képet, akkor azt emelte ki a zsűri elnöke, Szlukovényi Tamás, aki a Reutersnek ez globál fotóigazgatója is volt, hogy hiába, tehát oké, hogy egy hajléktalant látunk ez képen, de hogy egyébként mindenki tud vele azonosulni, azok is, akik egyébként adott esetben az utcán a hajléktalantól elfordulnak, vagy szemellenzősen úgy tesznek, mintha oda néznek, de mégsem néznek oda, tehát hogy egyébként nem tudnak azonosulni vele. És ez annak volt szerintem köszönhető, meg a zsűri szerint is, hogy kicsit csapongok, ilyen vagyok, hogy
hogy én nem akartam az ő élethelyzetét még drámaibban, még sajnálatra méltóbban, még megejtőbben, hanem egy picit emelni rajta, és ez pont ez. Ez lehetett a sikere. Egyébként hoztam egy katalógust, ez a legújabb, amit sehol nem beszéltem még róla. A Kapa Központ, a fotográfiai központ Budapesten a Nagymező utcába, a szakmai igazgatója Virág Völgyi István kurátorként összehozott egy kiállítást, ami az európai falakat mutatja be. És ez a kiállítás július 1-től augusztus 25-ig volt látható. Franciaországban, ez Arles-ban, ez egy dél-francia kisváros, ami arról híres, hogy a világ legnagyobb fotófesztiválját évről évre itt tartják meg. A méreteiről annyit, hogy a két hónapig tartó kiállítás első egy hetében 20 ezer regisztrált szakmai látogató volt a világ minden tájáról, Ausztráliától Dél-Koreán át az Egyesült Államokig, és erre a kiállításra, aminek elhoztam a katalógusát, a kurátor beválogatott egy képemet, és ez is egy olyan kép, ami egyébként romákat ábrázol, Szlovákiában egy fallal körülvett lakótelep, és ez a kép is arról szól, hogy oké, hogy emberek a cigánytelepről egy óriási kerülővel tudják megközelíteni a várost, mert hogy egyébként a lakótelepet fallal vették körbe. De ez a kép is olyan, hogy megértjük, de nem egy dörzsöljük a szemünket könnyek között, hogy szegény emberek, mert még itt is meg tudtak magunk méltóságában maradni. Az jutott eszembe, Attila, hogy az fantasztikus, és a képeidről is ez sugárzik, nem akarsz többnek látszani, mint ami vagy, és nem akarsz többet láttatni, mint ami valójában van a világban. Én azt kívánom, hogy maradj ilyen, nagyon sajnálom, de elfogyott az időnk, és nem tudunk tovább beszélgetni, viszont mindez a zalázat, amit ugye a Kelet-Magyarország fotósaként szinte 18 éves korodtól szépen lassan szívtál magadba, az egy csodálatos pályafutássá kerekedett, úgyhogy köszi, hogy itt voltál. Örülök, hogy így látod, köszönöm a meghívást. Ezen a hétvégén, vagyis augusztus 31-én és szeptember 1-én ismét nemzetközi ásványbörze, mégpedig a Váci Mihály Kulturális Központban. Ez már a 33. rendezvény a sorban, vendégeink pedig a házigazgatója Mészáros Szilárd és Krisztián István, a Kostyál Endre Ásványgyűjtő Kör vezetője. Sziasztok fiúk, jó estét! Szárusz, köszöntjük a nézőket! Hát 33, tényleg most már krisztusi korba lépett a rendezvény. Nem is tudom, hogy ilyenkor, mert szerintem nektek semmit nem kell csinálni, ugye? Szinte megy a maga útján, de ha nem így van, cáfolj meg, Szilárd. Megcáfolok, természetesen sokat kell dolgozni vele a részünkről is, illetve itt van az ásványgyűjtőkör vezetője, ő is nagy segítségünkre van. Azt kell elmondjam, hogy nagyon régi rendezvénysorozat, nagyon szeretik a nyíregyháziak és a környékbeliek. Valamikor volt a főiskolán, több helyszínen is megfordult ez az ásványbörze, de a felújított Váci Mihály Kulturális Központ, mióta agóra funkciókat is kapott, úgy gondolom a méltó helyszínre került ez a bőrze. Mi sem bizonyítja jobban, hogy lassan alig férünk, tehát egyre több kiállító bőrzés szeretne hozzánk jönni, és ezen a hétvégén általában csak kimondottan a bőrzére van 1500-2000 vendégünk érkezik. Ebből hány lesz a kiállító ebben az évben? Több mint 30 kiállító, több mint 100 asztal lesz, tehát aki megszokta, általában eddig ugye az aulánk tele volt, illetve az első emeleti galérián is voltak vásárosok, most majd azt fogja látni, hogy tele lesz az aula is, illetve az első emeleti galériánk is. Mondom, hála Istennek, olyan nagy az érdeklődés nem csak a közönség részéről, hanem a bőrzések részéről is, hogy
beszéltünk itt például Istvánnal, hogy úgy rajzolgatjuk, hogy mégis hova fogjuk tudni elhelyezni az asztalokat, de hát úgy gondolom, hogy ez öröm nekünk, hogy Nyíregyházára ilyen sokan szeretnének ellátogatni. A hivatalos bőrzenaptárban is benne vagyunk évek óta, tehát az országban bárki, aki érdeklődik ez iránt, azt tudja, hogy Nyíregyháza az. Ugye úgy szoktak mondani, hogy szeptember első hétvége, csak most úgy esik, hogy augusztus 31 szombat, szeptember 1 vasárnap. Még az egy nagyon fontos információ, hogy 30. szombaton 10-től 18 óráig tart nyitva a bőrze, másnap vasárnap pedig 9-től 16 óráig tekinthetőek meg a tárgyak, illetve az alkotások, amiről majd gondolom néhány érdekességet István fog is mondani, illetve azt is szeretném hangsúlyozni, hogy aki ide eljön, az akár mint egy múzeumban, egy kiállításon vehet részt, tehát aki szeretne, az természetesen vihet haza szuvenírt, vásárolhat, de ez nem kötelező, csak szétnézni, aki azért jön, hogy szétnézzen, azt is szeretettel várjuk, és minden évben a bőrzések nagyon szívesen segítenek abban is, hogy ezeket a gyönyörű ásványokat hol lehet megtalálni, hogy alakulnak ezek ki ilyenné, illetve akár bizonyos csillagjegyekhez köthető kövekről is mesélnek nekik, úgyhogy én csak mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy ezen a hétvégén, szombaton vagy vasárnap, vagy mind a két nap látogasson el és gyönyörködjön ezekbe a csodákban. Igen, hát igazi, kellemes, meleg hétvégére számíthatunk, de ugye a kulturális központ klimatizált folyosóin gondolom, hogy nagy felüdülés lesz mindezt megcsodálni, és az jutott eszembe, hogy olyan mennyiségű ásvány lesz ott a házban, hogy már annak lesz egy gyógyító aurája. Ugye a múltkoriban itt éppen a gyógyító ásvány karkötőkről beszélgettünk egy kedves hölgyel, aki ezeket készíti. Azt minden esetre tudjuk, hogy sok olyan ásvány van, ami rendelkezik ilyen gyógyhatásokkal, és egy rettentően meditatív dolog ezeket gyűjtögetni, pakolgatni. István, lehet azt mondani, hogy Nyíregyháza lesz, vagy lett már az ásványgyűjtők fellegvára? Hát ezt az én túlzásnak tartalom egy kicsit, de sok ásványgyűjtő van, aktívak, sokat járunk gyűjteni Magyarországra és külföldre is. Hát te nagyon-nagyon különleges dolgokat hoztál ide ma, és gondolom, hogy a bőség zavara ugye fönnáll, mert nem ez a két doboz van otthon, amiben most hoztad az ásványokat, vagy szint összesen hány dobozban gyűjtögeted? Néhány ezer ásványom és ősmaradványom biztosan van, de lehetetlen számon tartani. Tehát egy folyamatosan fejlődő gyűjtemény, mindig kerül bele új darab, mindig kerülnek ki belőle darabok, úgyhogy nagyon-nagyon sok van. Na, akkor egy picit tegyük helyre, tehát vannak az ásványok, és vannak az ősmaradványok, te most mind a kettőből hoztál. Én először azt hittem, hogy valami megkövült kecske lábat látok itt, aztán kiderült, hogy azért ettől bizony sokkal különlegesebb és régebbi ez a darab. Mesélj ezekről a különlegességekről, amik itt vannak az asztalon. Ezek érdekesebbek, régebbiek. Nagyjából a legidősebb, ami itt van, ezek között 100 millió éves, a legfiatalabbak olyan 50 millió évesek. Afrikából vannak, Marokkóból, vannak benne cápafogak, itt a három első az cápafog, utána egy krokodil állkapocsnak van egy darabja, ez a négy darab, ez dinoszaurusz fog, kettő spinoszaurusz, kettő karharodontoszaurusz, illetve ez a két nagy óriási, egy mosasaurusz nevű állatnak volt a foga. Ami ugye egy megkövült maradványban van tulajdonképpen. Igen, tehát homokkőben van benne, ez valamikor a tengerajzat volt. Tehát amikor elpusztult az állat, akkor a maradványai belekerültek a tengerbe, betemette a tengeri üledék, a tengeri homok, idővel ez kiemelkedett, szárazra került, egyéb kőzetrétegek rakódtak a tetejére, és idővel a homokból homokkő lett, és most foszfátot bányásznak, és a bányászat során tárolnak föl ezek a homokkő rétegek, amely ezek az ősmaradványok benne vannak. Hogy került ez például a te birtokodba? Hát ezekkel kimentem Marokkóba, Afrikába, és ott a helyi gyűjtőktől megvásároltam, és úgy hoztam haza. Gondolom, hogy amikor ezeket kiállítod, akkor sokan rá is kattannak, és megpróbálják megvásárolni, de azért azt mondják, mindennek van egy olyan ára, amikor már elgondolkodik, még a gyűjtő is, hogy esetleg megváljon tőle. Sok üzlet köttetik egy-egy ilyen hétvégi ásványbörzin? Itt Nyíregyházán? Most így mondom, hogy amit lát az ember, elég sok. Tehát
gyűjtők is vannak, akik a gyűjteményüket szeretnék kiegészíteni, illetve nagyon sok ékszeres kiállító lesz a bőrzén, tehát nagyon sok gyűrűt, karkötőt, nyakláncot lehet majd vásárolni. Most így mondom, hogy a bőrzének, a forgalmának a döntő többsége már átkerült az ékszer kategóriába. Ásványi ősmaradvány az a kisebb rész maradt mostanára. Azt nem kérdezem meg, hogy mennyibe kerül, de mondjuk egy ilyen dinoszaurusz fogat, mondjuk én mennyiért tudnék vásárolni? A bőrzén lesznek kisebbek, tehát ezek már viszonylag nagyméretűek, tehát ezek már a gyűjteményem részét képezik, de most így mondom, hogy ha nagyon-nagyon árat kell mondani, ezek már 100 000 forinttól többbe kerülnek darabonként. Tehát aki mondjuk esetleg egy kisebb relikviát szeretne, az se fog csalódni, mert mindenképpen nem, talál. Amúgy számotokra, nektek ásványgyűjtőknek jót tett az, hogy ilyen divat lett mondjuk gyógyító ásványokból készült ékszereket viselni? Vagy ettől ti függetlenítitek? Az ásványgyűjtőknek igazából most így mondom, hogy nem. Tehát, tehát abból, amit mi összegyűjtünk, mint ásványgyűjtők, annak a nagyon-nagyon kicsi részéből készül ékszer. Tehát amit lehet látni bőrzéken, ékszereket, azokat a világ nagyon-nagyon távoli pontjáról, Afrikából, Ázsiából, Amerikából hozzák, ott csiszolják, vagy éppen már Európában, és úgy készülnek az ékszerek belőle. Tehát minket, mint Magyarország ásványgyűjtőket, nem lehet úgy tekinteni, hogy ezeknek való alapanyagot tudunk összegyűjteni. István, én most megköszönöm ezt a beszélgetést, egyrészt mert az időnk elfogyott, másrészt meg kímélni kell a hangod, mert szerintem ezen a hétvégén nagyon sokat fogsz majd, és nagyon lelkesen ezekről az ásványokról beszélni. Szilárd István, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és kívánjuk, hogy nagyon sokan csodálkozzanak és rá, illetve gyönyörködjenek ezekben a különlegességekben itt Nyíregyházán a 33. ásványbőrzén. Ha nyáron nem kóstoltak volna a kedves nézők elég lecsót, akkor zárásként Nagy Kálót ajánljuk, ahol idén 8. alkalommal lesz Lecsó Fesztivál, a részleteket azonban a település polgármestere fogja önöknek elmondani. Jó estét kívánunk Juhász Zoltánnak! Hát ugye nem most indul ez a Lecsó Fesztivál, már ez a 8. alkalom, tehát egy bejáratott rendezvényről van szó. A lecsó meg egy örök étel, nem csak itt Szabolcsban, hanem az egész országban. Mégis egyébként van valami különlegessége itt a nagykálói lecsónak, vagy próbálkoznak a helyiek egy picit különleges, egyedi ízt adni ennek az ételnek? Minden évben vannak új típusú lecsóink, és azt kell mondani, hogy vannak baráti társaságok, illetve összeszokott csapatok, akik már várják ezt a szeptember első szombatján megrendezésre kerülő rendezvényt. Én minden évben benne vagyok a zsűribe, és azt kell mondani, hogy egyre jobb, egyre kiegyenlítettebb a mezőny, és nagyon nehéz dönteni, tehát azt is el kell mondanunk, hogyha valahol megyünk testvértelepülésekre, messze földön híres a Lecsó Fesztiválunk, akik itt vannak, az örök mindig ezt emlegetik, és meg is, ha külföldön vagyunk, akkor meg is kell nekik főznünk a lecsót. Tehát általában így szoktunk készülni, most is jönnek testvérvárosokból, ők is főznek. De mondom, ami legfontosabb, hogy a baráti társaságok, civil szervezetek nagyon várják, és egy jó buli mindenkinek. Úgy is készülünk rá. Miért éppen lecsó lett az az étel, amiről el... Amikor ezt elsőnek megcsináltuk, akkor ugye önkormányzati közmunkaprogramban paprika paradicsomot termesztettünk, és úgy itt az ötlet, hogy ezeket használjuk fel, a saját magunk által megtermelt dolgokat dolgozzuk fel. Ez most is így van, annyi, hogy paradicsomot azt most nincs nekünk sajátunk, de a paprikát, a kétféle paprikát, illetve a hagymát, azt mi fogjuk majd adni ezekhez a lecsókhoz, illetve tőlünk lehet nagyon kedvezményes áron vásárolni. Ezek külön nemes, tehát nemes paprikák, vagy egyik az a hamika fajtája, amit így tudok hirtelen, az egy nagyon, nagyon finom lecsót lehet belőle készíteni. Vannak mesterfogások is, ugye, vagy itt a paradicsomnak a feldolgozását, mikor rakja bele a paprikát, meddig süti a hagymát, milyen alapon süti a hagymát, tehát milyen paprikát tesz hozzá, esetleg egy keveset, vagy a borsón aránya, meg ugye a különböző hozzáadott dolgok, ami a csirkehústól kezdve a
zuzáig, a velőtől, a tojásról, a kolbásza, bármit belepakolnak. Hány órakor érdemes egyébként már menni, aki pont arra kíváncsi, hogy hogyan készülnek ezek az ételek? Dél 11 órától déltől ezek elkezdik főzni a csapatok a lecsót, és már két órától programok lesznek, helyi fellépők, illetve sztár vendégeink lesznek, majd Lacsi lesz, a Nika nevezetű hölgy, és Kálai Sanders lesz majd este, de mondom, a helyi csoportok is fellépnek. Annak az évben, mit tudom, volt 24 órás úszóversenyünk, ott a gyerekek itt kapják meg a díjakat, itt lesz az eredményhirdetés, de van ulti versenyünk is, az is most lesz majd kihirdetve, vagy kigyőzött. Tehát ilyen több közösségnek próbálunk ilyenkor üzenni vagy szólni hozzá, és a különböző korcsoportokat is nagy szeretettel várjuk. Ezért is szokott jól sikerülni, általában az idő az mindig barátságos, ez a tendencia, és évről évre többen vagyunk. Már most a főteret, ha minden igaz, nyertünk egy projektet, jövőre már még nagyobb terem várjuk majd a odaérkezőket. Hát úgy gondolom, hogy azért aki majd ott a bográcsok mellett áll, az lehet, hogy izzadni fog, hiszen ugye elég meleg még ez a hétvége, de mindenképpen megéri, azt gondolom, az a pár csepp izzadság, mert hogy a végtermék az nagyon finom lesz, és valóban, hogy a különböző zenei stílusok, helyi, illetve sztár fellépők is tarkítják a napi programot, akkor egy igazán kellemes, családias, nagy buli ígérkőzik. Van arra lehetőség, hogy akik oda mennek, meg is kóstolják a csapatok? Nem marad senki éhen. Figyeljük is, akik jönnek, és kínáljuk is a lecsót, de ugyanezt teszi több csapat is, tehát sokan, legalább 10 csapat sokkal nagyobb mennyiségben főz, tehát nem 20-30 adagot, hanem 50-100 adagot főznek, és lehet kóstolgatni. Tehát mindenki, aki jön Nyíregyházáról a megyébe, mindenki szeretettel várunk. Aki esetleg csak az esti nagy koncertekre érkezik, mert valami más programja van? Akkor is biztos, hogy lesz még lecsó. Akkor lecsó lesz, tehát körülbelül nagyjából hány órakor énekel mondjuk Kálai Sanders, illetve Lagzi Lecsi? Tehát úgy van, hogy 3-tól, 6 órától és 8 órától lesz a koncert. Nos, akkor azt gondolom, hogy mindenkit csak arra biztatunk, hogy a 8. Lecsó Fesztiválon szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Adásunkat most is visszanézhetik a Kölcsei TV magazinok YouTube csatornán. Tartsanak velünk a jövő héten is, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!